Köszönöm a szót. Engedjék meg, hogy én is mindenkit nagyon nagy tisztelettel köszöntsek, külön a sajtó, a tömegkommunikáció jelenlévő munkatársait. Keresztúri, vagy Karinti Frigyesnek van egy írás, amiben azt mondja, hogy föltettem egy kérdést, aztán magam is kíváncsi voltam rá, hogy mit lehet erre válaszolni. Hát így vagyunk azzal, hogy röpke 5 perc alatt alpolgármester úr felsorakoztatta a legfontosabb éves programokat, azért én mégiscsak bele mélyedek azért a részletekben, ha megengedik. Az első dolog, amit szeretnék elmondani, hogy egy Keresztúri Dezső életében létrejött a Keresztúri Kuratórium, aminek az volt a célja, hogy mindazokat az eszközöket, mindazokat a dokumentumokat, amelyet Keresztúri Dezső életében a városnak ajándékozott, azokat kezelje, illetve ápolja ezt a hatalmas nagy életművet. És ez a kuratórium Keresztúri Dezső halála után átalakult emlékbizottsággá, és azóta is ápolja Keresztúri Dezső emlékét. Ennek talán a nagy közönség számára a legismertebb jelei azok, hogy minden esztendőben versmondó verseny van a Deадминистратив Ferenc megyei könyvtár és városi könyvtár szervezésében, és minden évben, mind a Farkasréti temetőben, mind pedig a zalaegerszegi centrumtéren, illetve Keresztúri téren koszorúzási ünnepségek is vannak. Mindezek mellett időszakonként különböző kötetek is megjelentek az életművel.